Ennek a cégnek az a neve, hogy IKL, Solar Power Kft. És hát már lassan 10 éves múltja van. És hát az IKR, ugye a nagy IKR az ilyen csoport kisebb cégekre vált szét, ez annak az egyik utódja. Nekem személyes elhivatottságom, hogy minél több napelem legyen a országban, mert meggyőződésem, hogy a napenergia az, amit használnunk kell, és akkor nem a klímát se tesszük tönkre. Úgyhogy az elsődleges tevékenység az naperőművek telepítése, 5 kW-tól egész felfele, és én azt szeretném, ha minél több mezőgazdasági gazdálkodónál lenne az istállók, a terménytárolók tetején napelem, vagy esetleg a szabadföldre telepített, például akik ilyen régi TS Majort örököltek, ott vannak a kihasználatlan területek, tehát a napenergiát kellene kihasználni, tehát ez az elsődleges feladatunk. A gazdasági meggyőzés a második, már a nagy szent cél a föld megóvása mellett, meg kell győzni, hogy ez gazdaságilag is megéri. Általában mi azt szoktuk mondani a termelőknek, hogy érdemes, mert 8-10 éven belül megtérül, esetenként hamarabb is, annak ellenére, hogy mi a nagyon jó minőségű osztrák napelemekkel és osztrák inverterekkel dolgozunk, ami egy kicsit felsőbb árszínvonalat, de minőségben mindenképpen magasabb színvonalat képvisel, hiszen ez nem egy 1-2 évre szóló beruházás, ez 20-30 évre szóló beruházás. A cégnek van más tevékenysége is emellett. Elsősorban napelemekhez kapcsolódott ezeknek a japán kisgépeknek a forgalmazása, amit most már 5. éve forgalmazunk. Rendkívül jó minőségű profi gépek ezek. Elsősorban azért kapcsolódtunk bele ebbe a munkába, hogy a napelemek alatt felnövő gyomgaz eltávolítását a géppel el tudjuk végezni. Van olyan gépünk, ami benyúlik a napelem alá, és onnan kiirtja a gazt. De aztán rájöttünk, hogy ezek nagyon jók a legelők karbantartására, vadászoknak cserkelő utak kialakítására. Akinek gyümölcsöses szőlője van, az ottani gyom és gazírtásra, a nyesedéknek a ledarálására. Tehát ezek nagyon sokféle célra használható kisgépek. Én úgy mondom, hogy akkor lehetünk majd megnyugodva, amikor minden gazdának ilyen gazdasága van, legalább egy ilyen kisgép lesz a birtokába, és akkor Magyarországnak a környezete már úgy fog kinézni, mint Ausztria meg a többi irigyelt ország. Nálunk ugye túl sok engedmény nincsen, mert magas színvonalú gépeket árulunk, és hát az árrés az nem túl magas. Egyedül a kisgépekre, a japán kisgépekre van olyan engedmény, hogy aki idén előrendel, mert most már a készletünk már nincsen, a jövő évi beszállításra dolgozunk, jövő év tavaszán fog érkezni a hajó megint, ami hozza a konténerekbe ezeket a gépeket, és akkor a japánok bejelentettek egy áremelkedést, de azt úgy oldottuk meg, hogy ezt az áremelkedést, a jövő évit, azt átvállaljuk, tehát aki idén előrendelést bead, annak nem kell a magasabb árat kifizetni, még idei áron kapja meg a gépeket. Szeretném még megemlíteni az AgrárBeg rendszert, ezek a érdekes nevű rendszer, ez azt jelenti, hogy egy olyan technológia, hogy a terményt betölti egy 3 méter átmérőjű fólia alagútba, és gyakorlatilag terménytárolás történik ezen a helyen. Egy rendkívül biztonságos megoldás, német gépsorral kitűnően működik, érdemes megnézni, úgyhogy csak javasolni tudom, hogy érdeklődjenek nálunk, akik olcsón és jól akarnak terményt tárolni.